Újra összecsaptak az örmény és azeri erők szerdán, miután egy nappal korábban közel száz katona halt meg a két ország határán hegyi Karabachban kirobbant harcokban. A két éve lezárt háború óta ez a legsúlyosabb konfliktus a két ország között. Az eddigi jelentések szerint a veszteségek mindkét oldalon közel azonos mértékűek. Bár a felek között tűzszünet van érvényben, a két ország továbbra is egymást okolja a helyzet elmérgesedéséért. Az Európai Unió a tárgyalásos rendezést szorgalmazza, és az Egyesült Államok is önmérsékletet kért mind Örményországtól, mind Azerbajdzsántól hegyi karabak ügyében. Nem lehet katonai választ adni erre a konfliktusra. Önmérsékletet kérünk minden további katonai akciót illetően, egyúttal arra ösztönözzük mindkét kormányt, hogy állítsák helyre a közvetlen kommunikációs vonalakat, és kötelezzék el magukat a diplomáciai folyamat mellett. A konfliktus közel száz évre nyúlik vissza, amikor Stálin az akkor többségében örmények lakta területet Azerbajdzsánhoz csatolta. Hegyi Karabach 1991-ben kiáltotta ki független, majd 94-ben három évnyi háború és 30 ezer áldozat után került újra örmény fennhatóság alá, és két évvel ezelőtt lett újra azeri terület. Bár a felek akkor tűzszünetet kötöttek, azóta is folyamatosak az összetűzések a térségben.